Négyszer voltam Törökországban, most meg megyek Egyiptomba, ez ötödik. Most annyira nem viszek több cuccot, mert melegebb éghajlatra megyünk, de ha Törökbe megyünk, sokkal több cucc kell, mert azért ott hűvösebb van. Mennyi szerelést visztek? Melegítő alsó, fölső, akkor széldzseki, alápoló, edzőpoló, sportszár, zokni, mez szerelés, tehát meccsekre, amikkel labdák, megkülönböztetők. Kilóra ez, hát olyan 200 körül. Elég nagy mennyiség ez. Ez mind a te szobádban lesz majd a szállodában? Igen. Ez ott ki van alakítva egy szertár, mindig a szállodában csinálok egy helységet, és akkor ott osztom meg, ugye ott adom a ruhákat. De viszont ott a mosodát azt megoldják, tehát nem nekem kell mosni, a szállodában mosnak. Búvárkodás? A búvárkodás a munkában. Szóval ott mondom, teljesen más. Meg nincs is idő rá, mert ott reggel fölkelünk, reggeli edzés, vissza, ebéd, kis csendes pihenő, megint edzés, este vacsora, aztán fekvés. Te szereted egyébként ezeket a... Persze, hát végül is nem rossz dolog úgy, de munka úgy van, tehát dolgozni kell, de hát úgy kicsit kérési lehet kapcsolódni. Meg hát ez a második hajlat.